Bicskei Kornél hálás szívvel mond köszönetet azoknak, akik közelebb juttatták álmai megvalósulásához. A puszta szabolcsi férfi jelenleg csak két mankóval tud közlekedni, de egy műtét visszaadhatná számára a teljes életet. Hogyha minden jól megy, az operáció legkésőbb márciusban meg lesz. A hemofíliából adódóan, ugye roncsolódtak az ízületeim már évek óta. Első 20 évvel ezelőtt volt szó arról, hogy megműtenek, de akkor még fiatal voltam a csípőprotézis műtéthez, így halasztódott a dolog. Molnár Krisztián a Fehérvár megyei közgyűlés elnöke, Mészáros Lajos országgyűlési képviselővel közösen, Tüke László szintén puszta szabolcsi lakos kezdeményezésére felkeresték Kubatov Gábort, a Ferencvárosi Tornaklub elnökét, aki egy minden játékos által aláírt meccslabdát ajánlott fel. A labdára december 18-a és január 2-a között lehetett licitálni. Örülünk neki egy pillanatok alatt gyakorlatilag, hogyha azokat a felajánlásokat most, amikről az a kérés, hogy ne emeljünk ki név szerint támogatót nézzük, de el tudom mondani, hogy milliós nagyságrendű támogatás érkezett, és külön köszönöm az ST Solar cégnek, Dunai Városi cégnek, hogy 500.000 forintért ezt a labdát támogatásképpen megvásárolták. Én úgy gondolom, hogy ez egy komoly támogatás, és egy jó példa arra, hogyha valakinek módja és lehetősége van, az segítsen azon ember társainknak, akiknek erre szüksége van. A legtöbbet, 500.000 forintot egy dunaújvárosi cég ajánlott fel a labdáért. A pénz és a labda is a megyeházán cserélt gazdát. Az akcióhoz más névtelen támogatók is csatlakoztak, így milliós az az összeg, amellyel Bicskei Kornél gyógyulását segítik elő.